szőlő valóban az emberiség kultúrájának egy része az ősidőktől, hiszen a barlangon lakó ősember kilép a barlangból az erdőbe, táplálékul találta a szőlőt. A kultúrába vétele az 6-8 ezer évre vezethető vissza, és a Kaukázus lábaitól nagyon hosszú utat és nagyon hosszú időn keresztül tette meg az útját, hogy az egész világon elterjedt. Európába, Görögországon keresztül jutott. A görög kultúrának egy nagyon fontos része volt a szőlő, és főleg a bor. Azt tartja a történetírás, hogy a görögöknél napi ital volt a bor. Akkor még ilyen alkoholellenes mozgalom, meg ilyesmi nem volt nyilvánvalóan, és miután ugye vége lett ennek a görög dicsőségnek, és jöttek a rómaiak, viszont tovább léptek, és egész Nyugat-Európába elterjesztették a szőlőkultúrát. Ez tartott ugye az időszámítás utáni 3. századig, amikor a rómaiak is leléptek a történelem színpadáról, de ez alatt az idő alatt, a 2. században, Probusz császár idején, az akkori Pannonia területére, ugye az ma Dunántúlt jelenti, elterjesztették a szőlőt. És a hazai elterjesztést illetően elmondhatjuk, hogy a középkorban virágkorát élt a szőlőkultúra. És gyakorlatilag a Dunántúlról kiindulva, később a török világ után áttérve az Alföldre is, rendszabályokat hoztak, úgynevezett rendtartásokat, aminek a témájában folytattam kutatást. A Mezőbelény Értékeiért Polgári Egyesület egy szüreti piknik és kóstoló című rendezvény szervezett a mai napra. Hát nem tudom, hogy a szüret az egy kicsit még odébb van, de ez a rendezvény viszont most került megrendezésre. Milyen jellegű ez az esemény? Az Értékeiért Egyesület már most egy jó pár ideje kitűzte céljául, hogy próbál az értékek mentén, a mezőbeli értékek mentén szervezni programokat, és biztosan nagyon sokan emlékeznek, hogy nagyon sok elszármazottat, nem nagyon sokat, de már jó pár elszármazottat hívtunk meg, Barna Ádám, Anda Emília, vagy a Mezei Léda, tehát amiben az Egyesület szervezőként közreműködött. Nagy segítségünkre van a Vadás Sörkert, hogy helyszínt tud nekünk biztosítani egy központi helyen, és így ez a kettő egymásra találásával szerintem egy kitűnő helyszínen tudjuk ezeket a programokat megvalósítani. A mostani ez a bizonyos szüreti piknik, annak kapcsán lett most időpontilag kijelölve, hogy abban bíztunk, hogy fiatalok is megjelennek az eseményen, mert hogy szeretnénk olyan, tehát például a szüretet is, visszahozni egy picikét a nem mindennapokba, de hogy ilyen hagyományos rendezvényként majd tudjunk ráépíteni egy-egy programot, és így született, hogy délelőtt ugye szüreteltünk, volt egy kis, tehát a szőlő, a borkészítésnek az alapjait szakemberek sikerült végigvenni, és utána a délután pedig helyi szakemberek voltak, akiket meghívtunk, és Csete Gyula, Henger Péter, Dr. Sész György, tehát mondjuk Békés Csabai, akik mindegyik nagyon röviden, de ehhez kapcsolódva mondott egy kis ízelítőt a régi-régi jó minőségi borok készítéséről, és természetesen kérdéseket lehet feltenni. Teljesen véletlenül, de mégis tudatosan meghívtuk a mezőberényi egyik sajtkészítőt, Fürdősné Olej Marikát, aki nagyon finom sajtokat hozott, és csípőset meg, nem csípőset meg, nagyon-nagyon finomat, és ő is egy picit bele engedett látni a rejtelmekbe, a sajtkészítés rejtelmeibe. Tehát egy picit ilyen összfér történet született a mai nap, de ugye ma, illetve holnap már kezdődik a kosárlabda fesztivál, amely kifejezetten helyi fiataloknak, kosárlabdát szerető, sportot, mozgást szerető fiataloknak szól. Nagyon sok elszármazott érkezik haza, és ez pontosan ehhez illeszkedve egy jó
is hangulatos rendezvény volt szerintem. Tehát aki itt volt, azt szerintem jól érezte magát. És még egy apró gondolat, ugye, hogy maga a kóstoló, az úgy jött tovább gondolás útján, hogy ugye tavaly előtt volt az ízőrzőknek egy programja, és az Egyesület hívta meg az ízőrzőket. Ott történt ugye egy mezőberényi népi ételeknek, vagy jellegzetes ételeknek a bemutatója. A zárt körben kellett még ugye a pandémia, illetve maga a szerkesztések miatt is megszervezni, és pontosan emiatt gondoltuk, hogy akkor elindulunk ebbe az irányba is, hogy akkor most a szüreti ízeket próbáljuk egy picit visszahozni. Na még lesz hozzád egy kérdésem, de ha már mezőberény és mondjuk szüret és kóstoló, akkor mindenképpen érdemes megkérdezni itt egy helyi szakembert, Henger Pétert, hogy mezőberényben egyébként mennyire és hogyan is működött ez a szőlőtermesztés, meg egyáltalán a borkészítés. És bármennyire is furcsa, hiszen Mezőberény és ez a délalföldi régió nem tartozik a klasszikus borvidékek közé, de már az 1700-as évek közepétől, végétől jelentős volt Mezőberényben a szőlőtermesztése is. Mindenről különböző írások tanúskodnak, egyrészt az úgynevezett borkilencedek, másrészt pedig a már 1782-ben elkészített térképen is szerepelnek a berényi szőlők, Vinea berényiensis néven, amely a sokak által gondolom ismert mostani ókerti részen, és még azon túl is egészen a Szarvasi út 4-es kilométer kőig elterülő területen voltak. Hihetetlen, de 400 holdnyi területen. Tehát az akkori élő, itt élő telkes gazdák és a házas zsellérek mintegy egyharmada rendelkezett szőlőkkel már az 1700-as évek végén. Erről, ahogy mondtam, a különböző borkilencedek is tanúskodnak, ugyanis az uraság azért jól gondolkodott, mert odaadta a földet a jobbágyainak, parasztjainak, de a termés után járó 9. tizedet vagy kilencedet természetesen beszedte. Beszedte a méz után, beszedte a gabona után, de beszedte a szőlő után is. Így a szüreti piknik és postoló jegyében egy hát igazán ideillő előadásra, beszélgetésre kerül sor Henger Péternek, a Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnökének jóvoltából. Ugye te arról beszélsz, amit Mezőberényben nagyon-nagyon fontos volt évszázadokon keresztül, tulajdonképpen onnantól kezdve, ahogy ide költöztünk, vagy ide költöztek elődeink, mert hogy komoly szőlő, illetve bortermelés folyt itt. Ez hogy volt pontosan? Igen, tehát a 1723-as újratelepülés, illetve az azt következő időszakban nem csak a úgynevezett tanyai földek, ugarok, kaszálók, legelők lettek kiosztva az itt élő embereknek, hanem természetesen rögtön elkezdték a szőlőművelést is. A mostani Szarvasi út bal oldalán, Mezőberény nyugati határában hozták létre az első olyan jelentős területet, amit ókertnek hívnak manapság is, és abban az időben is ókerti szőlőknek hívtak. És egy körülbelül 400 katasztrális holdnyi területen termesztették az itt élő mezőberényi gazdák, és nem csak telkes gazdák, hanem a házas zsellérekneknek is voltak szőlőik, tehát ez a 400 katasztrális hold azért jelentős volt, és ez, ha nem is volt elsődleges az ő tevékenységükben, de azért a családi ünnepek, disznótorok, esküvők, házassági események kapcsán jelentős volt az itt megtermelt bornak a szerepe. És tulajdonképpen itt akkor olyan minőségű, meg jellegű borok jöttek létre, amik komoly, úgymond minőségűek voltak, vagy pedig hát mindenki olyan házi, hát mondjuk most is csináljuk, ha csináljuk. Szerintem nem sorolhatjuk az igazán kimagasló minőségűek közé, hiszen az Alföldnek ez a része nem tartozott a jelentősebb borvidékek közé. Mindenesetre Skolka András 1800-as évek elején megjelent Mezőberénnyel kapcsolatos kötetében azt írta, hogy az orosházi borok után a második legjobb a megyében a mezőberényi bor. Na hát ezt jó hallani. Egészen addig, ameddig nem jött ez a bizonyos filoxéra, ugye? Hát azért érdekes, mert azon túl, hogy volt ugye az ókerti szőlők területe, azon túl már az 1800-as évek közepén elkezdték a mostani laposi kertekben is a szőlőskertek kialakítását, ami akkoriban hivatalosan a térképek szerint heréskert volt. De olyan igény volt a szőlőre és a borra Mezőberényben, hogy egyrészt a laposi kertekben kialakított újabb szőlők, másrészt pedig a
főleg a berényi németek által a kamuti területeken bérelt szőlők, illetve a talcsai szőlőkben is, főleg szerintem a szlovákok által bérelt területeken, pluszban még termesztettek szőlőt, készítettek bort abban az időben. Tehát ez egy tulajdonképpen jelentős tevékenység volt, még ha a minősége nyilván azokat a mostani országos viszonylatban is jelentős balacsonyi vagy tokai szőlőknek a minőségét nem érte el. Akkor a filoxéra az hogyan jött? Hirtelen, és akkor véget is vetett az ókertbe, és azért mentek át a laposiba, vagy hogy? Hát én úgy tudom, hogy ez egy országos jelentőségű probléma volt a szőlőtermesztéssel kapcsolatban. 1894-ben következett ez be, és az ókerti szőlőknek a legnagyobb részét kipusztította. Van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy még pár évtizeddel ezelőtt is használták azokat a szőlőtőkéket, amelyeket esetlegesen meg tudtak menteni az ókerti szőlőkben, és a laposi kertekben újra telepítették. A laposi kertekben egyébként nem kimondottan a szőlőtermesztés volt a legfontosabb, ezt gondolom mindannyian tudjuk, hanem a gyümölcsfélék és a zöldség termesztése is, tehát értelemszerűen egy kicsit visszaesett ott a szőlőtermesztés, amikor átkerült az ókertekből a laposi kertekbe. Gondolom indult a pálinka, nem? Ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy párhuzamos volt, hiszen az akkori szőlőfajták, amelyek Berényben jelentősek voltak, ilyen volt a kadarka, vagy a saszla például, vagy később amerikai szőlőket, mint az Otellót honosították meg. Elsősorban tehát otthoni házi célra használták az elkészített borokat, és a törkőt pedig kifőzték, hiszen a pálinka főzésnek is jelentősége van mezőberényi viszonylatban. Már az 1730-as években voltak pálinka összeírások egyébként a Haruken uradalom jegyzőkönyvei és összeírásai alapján. Hát igen, tudtak élni. Tehát akkor végül is az imént felsorolt szőlőfajták voltak Mezőberényben, úgymond, hát most így nevezzük így őshonosak már, mint amit az elődeink hoztak magukkal. Azóta is megvannak ezek? Az Otellóról én gyerekkoromban sokat hallottam. Igen, én úgy olvastam, hogy a helyi gazdák általában a bort a szőlők vegyítése, összekeverése kapcsán készítették, és ez a minőségét meghatározta mindenféleképpen, tehát otthoni célra jó volt. Egyes forrásokban úgy szerepel, mindegy az, hogy hányféle szőlőből, de minél több legyen az a lényeg, de későbbiekben törekedtek arra, hogy például az Otelló esetében egy kimondottan Otellóból készített bort készítsenek el, és szerintem, ha kisebb mértékben, de napjainkban is ez megvan. És volt egy szőlőültetvény Berényben egyébként, amit érdemes lenne kutatni, Kollár János, ő a Mezőberényi Újságnak is részvényese volt, aki foglalkozott szőlő nemesítéssel, és még a környékbeli településeket is a források szerint ellátta ezekkel a nemesített szőlőfajtákkal. Igen, és hát ugye sokan egészségügyi célzatból fogyasztották ezen italt, volt, aki aztán nem ismerte a mértéket, és hát szerintem Mezőberény leghíresebb lerészegedésének történetét is te szállítottad pár évvel ezelőtt, amikor is kiderült, hogy Petőfi Sándor, ugye nemzetünk költője, valamint Olai Petőfi Soma, aki hát ugye Mezőberényben kéne ismerni az ő nevét, bizony felöntöttek a garatra. Igen, ez egy nagyon fontos tényező volt, hogy az úgynevezett ókerti szőlők, amelyek nem a telkes gazdák tulajdonában voltak, hanem az uradalom tulajdonában voltak, ők csak művelték. De az uradalom úgy döntött az 1800-as évek elején, hogy ő is telepít szőlőt, és a most is meglévő úgynevezett nagypince vagy oláhalom környékén valósult mindez. És az uradalomnak a másik döntése volt az, hogy az oláhalom alá épít egy nagy pincét, amely egy görög kereszt alakú pince volt. Állítólag a méretei alapján olyan volt, hogy még a lovaskocsi is képes volt megfordulni benne, illetve mellette építettek egy présházat, tehát a saját szőlőjéből származó bort is tudták tárolni ott, illetve a jobbágyok, a telkes gazdák által fizetett bor kilencedet is ott tárolták egészen 1894-ig, amikor ugye gyakorlatilag kipusztult az ókerti szőlő nagy része, és a pince is elvesztette a jelentőségét. Egyébként még azt elmondhatjuk, hogy a laposi kertekben, mivel gyakran vízjárt a terület volt,
abban az időben nem építettek pincéket, inkább a kunyhók voltak a jellemzők. Ugye Orlai Éknak, tehát a Petrics familiának is volt a leírások szerint ilyen kunyhója a laposi kertekben, de Orlai és Petőfi még az úgynevezett nagy pince környékén folytatták ezeket a borozásokat abban az időben, amikor Petőfi berényben megfordult és meglátogatta Orlait. Igen, és hát költői fordulatokkal írta le tulajdonképpen a lerészegedést. Ugye? Mert hogy ilyen ködös tájat emlegetett? Hát igen, ők nagyon jó barátságban voltak, ugye másodunok a testvérek is voltak, túl azon, hogy baráti viszonyban is voltak, és talán a kutatók szerint ez egy olyan ténykérdés, hogy ők ott a pincénél több alkalommal megfordultak, és ott erősítették meg borozás közben a barátságukat. Igen, nem csoda, hogy utána kijöve a pincéből, hát tényleg köd ereszkedett a tájra. Hát nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy a mai napra nem ereszkedik köd senkire. Vigyáznak magukra mindenki, és hát jól érzik itt magukat. Az előadásodat pedig, hát nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm szépen. Az első tárgy, amit szeretnék bemutatni, ez egy bokály, és ez a bokály, ugye ez egy olasz eredetű szó, boros kancsó, a jelentése, bokala, bokale, ebből töltöttek régen a borokat. Az emlékezet szerint a mezőverényi magyarok a lakodalmakon használták ezt az edényt, nyilván más a többi nemzetiség is, a 800-as években, aztán ez teljesen kikopott a köztudatból maga a szó is, ma Erdélyben Korondon a korondi bokályokat ismerjük leginkább, de korábban, és most nem a legszebb tárgyat hoztam el a múzeumból, a gyűjteményből, ezek habán, késő habán bokájuk nagyon szépek, a 800-as évekből találhatóak néhány darab a múzeumban. Ez egy későbbi darab, és ezek a kancsók voltak, arra szolgáltak, hogy ebből töltötték ezekbe a kis egydecis poharakba a bort, nagyobb rendezvényeken, lakodalmakon. Én azt hiszem, hogy fontos dolog, hogy ezeket a tárgyakat megismerjük, és ez a bokály is ezek közé tartozik. És van egy nagyon szép darab, jó állapotban, címeres kulacs, 1886-ból, ugye látjuk rajta a szőlő magát, körbe, a levelét és a kék szőlőt, ez valószínűleg kadarka, és a berény, vagy a berény, a magyar címer, ami jelleg akkori népművészetben és a jelen van a tárgyalkotó művészetben, a címer, a magyar kis címer és a korona. És ami különleges, hogy ezt általában valamilyen alkalomra készítették, Tóth Lajos és Zsenics Anna részére készült, 1886-ban ez esküvőjükön kapták ajándékba, és amit ő különleges, hogy mezőberényben, ugyan mezőberényben nem jellemző a fazekas kultúra, nem volt egy nagy hagyománya, néhány fazekas alkotott a 19.-20. században, és ez itt készült mezőberényben, ettől különleges ez a tárgy, és ez boros kulacs volt, és hát ezt megőrizték, ugye a hosszú, lassan két évszázada már, a család megőrizte ezt a szép tárgyat, és így emlékeztek a családtagokra. Már most szeretném megosztani a nézőkkel, hogy teljes terjedelmében is meg lehet majd nézni, mint Csete Gyulát, mint pedig ugye az úrat, aki egyébként úgy Békés megyei kitekintést adott a szőlő termesztéssel kapcsolatban. Viszont itt a végén még hagyj kérdezzem meg, ezek a rendezvények hagyományosnak tekinthetők akkor a jövőben is, vagyis hogy ezeket folytatjátok, és akkor egyre többen ismerkedjenek meg, mert amúgy nagyon finom dolgokat lehetett itt megkóstolni, tehát maga a most, a sajt. Igen, ahogy mondtam is, hogy ez egy irány lenne, és még egyszer szeretném mondani, hogy az Egyeset pontosan ezért nagyon jó, hogy rátalált a vadássörkertre, mert a tulajdonos, ugye Zolnai Robi abszolút nyitott ezekre az ízekre, ezekre a dolgokra. Olyan nyitott, hogy még meg is pirították egy picit a sajtokat, hogy még úgy is kóstoljuk meg. Igen, na, tehát, hogy ennyire nyitott és rugalmas, és én úgy gondolom, hogy ennek lehet így létjogosultsága ennek a kettőnek, és ahogy mondtam is, hogy természetesen a rendezvények nyitottak, de mindenképpen azért továbbra is szeretnénk a fiatalokat egy picikét, és azért volt is rá példa, hogy volt érdeklődő fiatalok közül, és szerintem jól is érezte magát, el is vitt egy-két apró dolgot, és reméljük, hogy jövőre is ugyanígy itt lesz, és hogy jövőre is meg tudjuk csinálni ezt a rendezvényt. És hogy jövőre még többen jönnek, mert azért azt én egy picit hiányoltam, hogy azért kevesen voltak ahhoz hét. Hát igen, ez valószínűleg abból is adódott, hogy azért ez ugye a szürettel kezdtünk, és azért ez egy fél 9-9 órás időpont azért
azért ez egy munkanap volt, viszont ahogy mondtam, hogy maga a délutáni program meg már a bemutató, ugye azt már szerettük volna, hogyha ha itt helyben, ezen a helyszínen más is itt tudna lenni, tehát hogy a folyamat volt hosszú egy picit, de szerintem az a kis mag, akik itt voltak, azok szerintem jól érezték magukat, és egy picit elviszik ezt a törekvésünket. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Ami még különleges itt, ez attól azért is szeretem, mert pár éve fedeztük föl, hogy ez itt készült Mezőberényben, és 1928-ban emlékül koma felirattal, és a másik oldalán pedig, ami különleges, hogy az akkori már látszik, hogy ez a 20. század, halló, fogjál derékon, és így áll a lyukamon című felirattal látható. Ez egy helyi készítésű kis, hát pálinkás butykosnak nevezhető, vagy pálinkás butella, ilyen is van Mezőberényben. És ami nagyon szép darab, 1880-as években ugye általános volt a fából készült fulacsok, ezek általában bor tárolására, bor szállítására használtak, ezeket a csikóbőrös kulacsnak egy változata, itt is láthatjuk a bőr díszítés, nagyon szép bőr dísz van rajta, amiket a bőrösök készítettek, maga az esztergályozás is berényi munka, és hát ebben úgy szintén boros kulacs, mint ez a másik. Ez inkább dísz ünnepi alkalomra készült, ez a cserépkulacs, ez pedig rendszeres használatra is. És még akkor van egy érdekes darab, ami más a bor kultúra, a bor készítés és a bor borászok használták, ugye különböző lopók, ez egy üveglopó, nagyon szép régi, még ez egy fúvott üvegből készült, 900-as évek elejéről származik, valamelyik magyarországi üvegkutár készítették, jó állapotban, szerencsére teljesen épp, ez néhány éve került a gyűjteménybe, és hát ugye a hordóból ezzel sikerült a bort úgy kiszedni az üvegekbe, hogy ez mindennapos használatra szolgált a pincékben, a hordókban és a bor kinyeréséhez.